Biztonságos átkelés, újabb okos zebrák készülnek Pakson, gránittáblák, megújult az emlékpark Uzdon, relikviák október 8-án Rolling Stones nap lesz a Csengei Dénes Kulturális Központban. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Újabb Safe Cross okos zebrák készülnek a főutcán három helyen, a Dózsa-György úton a rendőrség előtt, a Vakbottyán gimnázium előtt és a Tolnai úton a Hétszínvirág tagovoda mellett. Ezt Szabó Péter jelentette be kedden reggel. Paks polgármestere szerint az intelligens gyalogátkelők a legforgalmasabb gyermek és oktatási intézményeket is érintő szakaszokon várhatóan két hét alatt készülnek el. A kivitelezés idején félpályás útlezárásra és jelzőkre őrös forgalomirányításra kell számítani. Ez a baleseti statisztikát körülbelül, tehát a felére vissza fogja venni. Nagyon jó ötletnek tartom. Leveles János, a Duna Autós Iskola vezetője még augusztusban beszélt a ledvilágítású okos zebrák hasznáról. A város a napokban újabb három gyalogos átkelőt lát el intelligens rendszerrel. Volt már egy próba zebránk a Csengei Dénes Kulturális Központ és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola között, ahol egy ilyen intelligens gyalogos átkelő hely jött létre, amit mi csak okos zebrának nevezünk. Nagyon jók voltak a tapasztalatok, nagyon jók voltak a visszajelzések, ezért úgy döntöttünk, hogy még a városban hét helyen valósítunk meg ilyen okos zebrákat. A Kishegyi úton, az Ifjúság úton, a Bezrédi Általános Iskolánál és a Gyógyászati Központnál már kialakított négy okos zebrát a kivitelező, a Pearl Enterprises Kft. Az elkövetkezendő két hétben a legforgalmasabb oktatási és gyermekintézményeket is érintő szakaszon alakulnak át a zebrák, hiszen a polgármester szerint a gyermekek biztonsága elsődleges. Egyrészt a mögöttem látható zebra fog átalakulni ilyen okos zebrává, a rendőrség és a polgármesteri hivatal között. Ugye egy nagyon forgalmas gyalogátkelő helyről volt szó, tehát a kiválasztás szempontjai között ez is nagyon fontos volt, illetve az, hogy olyan helyen jöjjön létre, ahol közintézmény működik, alapvetően gyermekintézmény. A másik két zebra az ilyen helyen fog kialakulni, méghozzá ugye a Hétszínvirág tagovoda, illetve a Deák Ferenc Általános Iskola közötti zebra, a harmadik zebra pedig a Paksi Vakbottyán gimnázium előtt található zebra lesz az, amelyik ilyen okos zebrával alakul át. A gyalogosokat a zebra előtti aktív zónába érve mozgásirány érzékelő kamerák észlelik. Ebbe a zónába besétál egy gyalogos, akkor az aszfaltburkolatba épített prizmák elkezdenek villogni, illetve mindkét oldalon ledes lámpák is kialakításra kerülnek a megfelelő fényviszonyok biztosítása céljából. A főutcára tervezett okos zebrák állami közút területén valósulnak meg, így a közútkezelő előírásai szerint ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítania a kivitelezőnek. Ez félpályás útlezárást és jelzőőrös forgalomirányítást is jelenthet, ami rövid ideig ugyan, de akadályozhatja a gépjármű forgalmat az adott szakaszokon. Elkezdték a munkát az önkormányzat szakbizottságai az októberi képviselőtestületi ülés előkészítéseként. Hétfőn a külső városrészek településrészi önkormányzata és a Dunakömlődi településrészi önkormányzat tárgyalta meg napirendjeit, kedden pedig a humánpolitikai bizottság határozott több témában. A Városépítő Bizottság szerdán a jogi, ügyrendi és pénzügyi, valamint a gazdasági bizottság tagjai csütörtökön tárgyalnak. A döntésekről péntekig bővebben is beszámolunk a híradóban. A képviselőtestület október 12-én szerdán ül össze. Az ülést a Telepaks élőben közvetíti. Megújult az emlékpark, lecserélte az Uzdi Diákok Baráti Társasága Sárszentlőrinc önkormányzatával karöltve az egykori Uzdi iskola épületének udvarán található emléktáblákat. Az öt egykori tanító neve mostantól gránit szobrokon emlékeztet valamennyi látogatót arra, milyen fontos feladatot végeztek évtizedekkel ezelőtt az intézményben. Az új emléktáblák kihelyezését Süli János országgyűlési képviselő támogatta. Mi ide mindig úgy jöttünk, hogy szívesen, jókedvel, és nem csak akkor, amikor kötelező volt.
Szombaton délelőtt az Uszdi Diákok Baráti Társasága várta az egykori iskolatársakat is egy közös emlékezésre. A régi iskola udvarán megújultak az emléktáblák, az eloxidálódott rész helyett mostantól gránitból készült alkotások emlékeztetnek az akkori intézmény 5 kiváló tanítójára. Őszintén lenyűgöztek első látásra, amikor a kőfaragó felállította őket a helyére, nem számítottam rá. Tehát annyira meglepetés volt, gyönyörűek. Az emlékhely kiemelt pontja a településnek, Sárszentlőrinc polgármestere szerint az ide látogatók mind az egykori néptanítók tevékenysége előtt tisztelegnek. Egy nagyszerű pedagógus gárda volt ez, abba a 20 közel 20 évben, amíg itt ebbe az iskolába tanítottak, sajnos már egy sincs köztünk közülük. Azt tudni kell, hogy Uszda egy nagyon kis település volt, egy összevont iskolája volt, 3 osztályba 3 pedagógus tanított egyszerre, 80 gyereket, és most ezek a gyerekek, akik azóta már felnőttek, sőt megöregedtek, sőt közülünk is sajnos nagyon sokan eltávoztak, ők fogtak össze. Az új emléktáblák kihelyezését Süli János támogatta. A térség országgyűlési képviselője szerint az egykori tanítók megérdemlik, hogy méltó, időjárás álló alkotások őrizzék neveiket az emlékhelyen. A néptanítók, akik itt szolgáltak, és nagy szeretettel emlékeznek rájuk a diákok, hiszen ebbe a vitatott időjárásban, ami jó lett volna nyáron van, 3-4 hónap ezelőtt. Ugye most is látható, hogy még mindig jönnek, az emberek sokan itt vannak. Csak ez mutatja, hogy megérdemlik így utólag is, hogy ilyen maradandó emléket próbálunk állítani nekik, és ez azt hiszem maradandó lesz. A szombati ünnepség az újonnan átadott emléktábláknál koszorúzással és főhajtással zárult. Október 3-án kezdetét vette az Országos Könyvtári Napok, a programsorozathoz a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár is csatlakozott. Hétfőtől egészen vasárnapig várják az érdeklődőket különböző előadásokkal és interaktív bemutatókkal, nem csak a Paksi Pákolic István Városi Könyvtárban, hanem a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárában is. Idén az Esély, Egyenlőség, Könyvtár címet viseli a rendezvény. Ezzel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a könyvtárak a nehézségek ellenére is biztos pontot jelentenek a betérők számára. A részletes program megtalálható az intézmények közösségi oldalain. Október 8-án délután 3 órától a Nyughatatlan Emberek, vagyis a Rolling Stones brit zenekar zenéje történetet tölti meg a Csengei Dénes Kulturális Központot. Egészen különleges relikviákból nyílik kiállítás, ráadásul koncertfilmekkel, előadással és élő koncerttel is várják az érdeklődőket a Rolling Stones napon. Ez az első. Kovács Gergő éppen azt a jegyét mutatja, amit 1995-ben vásárolt a Rolling Stones első magyarországi koncertjére. Akkor mindössze 10 éves volt, de azóta is tart nála a rajongás. Az album az azt követő 27 év alatt megtelt koncertjegyekkel, melyeket badge-ben őriz, miként más emléktárgyakat is, például egy dedikált lemezt. Ezeket a relikviákat állítják ki a Kulturális Központ emeletén. 8-án délután 2 Rolling Stones koncertfilmet fogunk levetíteni a moziba, aztán utána 7 órakor 2 rövid előadás lesz, Stumpf András újságírónak, akiről köztudott ő is egy megrögzött Rolling Stones fanatikus, illetve egy időutazást fogunk utána végrehajtani a Rolling Stones-t, hogy mi történt ebben a 60 évben, és közben a világ is világ mennyit változott. Ez egy részlet a döntően paksiakból álló Stones 60 Session zenekar próbájából. Az október 8-ai koncertesten is hasonló hangulatra kell számítani a Csengei Dénes Kulturális Központ aulájában. Az említett zenekar mellett fellép Benkő Zsolt, Stumpf András, és még a Paksvárosi Vegyeskar is énekel majd egy rockszámot. 45 számot fogunk eljátszani. Ennek az érdekessége, hogy ez nem egy létező formáció, aki ezt fogja, hanem mi paksiak, paksi zenészek, illetve valamikor Pakson élő, de Pakshoz kötődő hangszerragadó baráti kör.
A Rolling Stones 60 évvel ezelőtt 1962-ben alakult meg Londonban. Ők a világ legrégebb óta létező rockzenekara. 1989-ben beválasztották őket a rock and roll hírességek csarnokába. Számos rekordot döntöttek meg pályafutásuk alatt. Egyebek mellett ők adták 2006-ban a rock történelem eddigi legnagyobb koncertjét. Rio de Janeiro-ban több mint 1 millió ember előtt zenéltek. Bravúros győzelemmel indítottak a piroskékek, elkezdődött a 2022-2023-as NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság. Az ASE az első mérkőzését 93-84-re megnyerte a Székesfehérvár ellen a Gesztenyés úti sportcsarnokban. Hazai pályán indította a 2022-23-as bajnokságot az ASE NB1-es kosárlabda csapata. Az első mérkőzésen a Fehérvár együttesével csaptak össze a piroskékek a Gesztenyés úti sportcsarnokban. A paksiaknál a teljes keret Csirke Ferenc vezetőedző rendelkezésére állt, a vendégeknél Szabó Zsolt sérülés miatt nem játszott. Atkinson közeléjével indult a mérkőzés, 4-2 pontos érkezett rá válaszul, gyorsabb volt az Alba, sokszor becsapdázták a paksi játékosokat. Kovács büntetőivel és Green középtávoliaival 13-21-re alakult az állás, sok eladott labda és rossz dobások jellemezték az ASE játékát az első 10 percben. A második negyedben felpörgött a paksi csapat, sebességben is felvették a versenyt, és a védekezéssel sem volt ekkor gond. Egy 13-0-ás sorozattal 28-36-ra zárkóztak a piroskékek, a végjátékban még mind a két oldalon beesett 1-1-2 pontos. A hazaiak fokozatosan faragták le a hátrányukat, 3 pontra csökkent a differencia. A 8. percben Grubor hármasával egyenlített az ASE, a harmadik negyed végét 3 pont előnnyel zárták a paksiak. Két vendég triplával indult a negyedik felvonás, átvették a vezetést, felváltva estek a kosarak, hol a hazaiak, hol a vendégek vezettek. 35 másodperccel a vége előtt 78-76-nál időt kért az Alba, és az utolsó másodpercben egyenlített. A ráadás elején még tartotta magát a Fehérvár, majd Kovács Ákos vezérletével fokozatosan ellépett az ASE, Edwin közeléje után már 9 pontra nőtt az előny, a mérkőzés egy hatalmas Eilingsfeld zsákolással ért véget. A végeredmény atomerőmű ese Alba-Fehérvár 93-84. Gratulálok a fiúknak, tényleg fantasztikus volt a vége, az első 10-12 perc az annyira nem. Első mérkőzés volt, ugye nagyjából megkaptuk az egyik legnagyobb bajnok esélyest, és ez tényleg látszódott a játékunkon is. Jó. Nem csináltunk annyira rossz dolgokat, inkább azt mondom, hogy támadásban ugye nem mentek be a dobások, és védekezésben meg egy kicsit puhák voltunk. Tehát mindig lekéstünk egy labdával. Jól is dobott az Alba komp, azért szózeket ennél az első negyedben jól is dobtak kintről. A második negyedtől egy teljesen más csapat volt a pályán. Visszajöttünk, ami fontos volt, hogy fél időre visszajöttünk lőtávolba. Úgyhogy fantasztikus volt a közönség. Az atomerőmű ese legközelebb hazai pályán a budapesti Honvéd együttesét fogadja. A mérkőzést október 10-én rendezik a Gesztenyés úti sportcsarnokban. Kedden este felhő átvonulások várhatók, majd késő estétől valamelyest csökken a felhőzet. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5-8 fok között alakul. Szerdán napközben fátyol felhős idő várható szűrt napsütéssel. Csapadék nem lesz. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19-22 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!